2021. április 9-én pénteken reggel elhunyt II. Erzsébet brit királynő férje, Fülöp edinburghi herceg, királyi konzort. Temetése április 17-én szombaton volt Windsorban. Összhangban a herceg óhajával és a szigorú Covid előírásokkal a ceremónián csak 30 fő, a legközelebbi családtagok és barátok vehettek részt, maszkban, távolságtartással. A búcsú Isten tiszteletet a windsori Szent György kápolnában közvetítette a televízió és a királyi család hivatalos YouTube csatornája is. Fülöp herceg 2 hónap híján 100 éves volt, hatalmas szellemi hagyatékkal és egy fantasztikus életúttal. Egész életét a királynőnek és a brit nemzetnek szentelte, rajtuk kívül 4 gyermek, 8 unoka és 10 dédunoka veszítette el. Az egész nemzetközösség és sokan mások is gyászolják. Magyarországon mit tudunk Fülöp hercegről és az ő szerepéről? Egyáltalán mit jelent az, hogy királyi konzort? Mit jelent királyi társnak lenni? Ez a videó ennek megértésében nyújthat segítséget. Azt hiszem, hogy itthon a legtöbb embernek leginkább prekoncepciói vannak arról, hogy ő kicsoda és milyen ember lehetett. Sokan gondolhatják tájékozatlanul vagy felületes ismeretekkel, előítéletekkel vagy feltételezve, hogy biztos könnyű, kiváltságos élete volt. Némelyek azt hihetik, hogy ha a felesége volt a királynő, mi más lehetett, mint a király? Megint mások kívülállónak, jöttmentnek, menekültnek gondolhatják, ne adj Isten, lenácizhatják. Valószínűleg nem kellett semmit csinálnia, csak a lábát lógatnia, üres kinevezések birtokosa volt, és nem volt semmi fontos szerepe. Csak egy árnyék, nem de? Egy díszfigy, egy báb, de minden esetre papucsférj. Mi egyéb, mint egy unalmas, maradi, begyöpösödött, konzervatív öreg úr, nem igaz? Egy sznob, érzéketlen, tapintatlan humorral és elterebélyesedett egóval. Fülöp herceg mondhatni az antitézise volt ezeknek a sztereotípiáknak. Ha ilyen gondolataid támadtak, vagy hasonló véleményen vagy, esetleg nem igazán érted, hogy miért van tele vele a média, nézd meg ezt az emlékvideót, és gondold újra. Először is könnyű, kiváltságos élet? Na, nézzük meg ezt közelebbről. Fülöp édesapja András dán görög királyi herceg volt, édesanyja pedig Alice battenbergi hercegnő, Viktória királynő dédunokája. Tehát kezdetnek nem rossz. 1921-ben született Korfun állítólag az étkező asztal tetején. Sajnos Görögország nagyon instabil volt születésének idején, és a görög-török háborút elveszítették, miután a monarchia megbukott, és a királyi családot számúzték, édesapját még halálra is ítélték, de szerencsére sikerült elmenekülniük, köszönhetően 5. György brit királynak, a Windsor ház alapítójának, aki küldött nekik egy hajót. Így, mikor Fülöp mindössze 1,5 éves volt, egy narancsládában menekítették ki az országból. Ezt követően Franciaországban éltek egy ideig, de sajnos
az édesanyját nagyon-nagyon megviselte a menekülés, és ideg összeomlást kapott többször is, majd paranoid, skizofrénia jeleit mutatta, úgyhogy a család úgy döntött, hogy elmegy gyógyintézetbe záratja. Mindezt akkor, amikor Fülöppel elmentek piknikezni, és mire hazajöttek, az édesanyja már nem volt sehol. Ekkor Fülöp 9 éves volt. Innentől kezdve az édesapját nem túl gyakran látta, aki Monte Carlóban időzött, és őt tulajdonképpen ide-oda küldözgették, iskoláról iskolára járt, Németországban, Nagy-Britanniában, Skóciában, és tulajdonképpen úgy érezte magát, mint egy csomag, akit állandóan postára adnak, és akkor ezen országok valamelyikében kiköt, egy ideig időzik, de nincsen saját gyerekszobája, nincsenek szülei, nincsen otthona. Tulajdonképpen gyakorlatilag árván nevelkedett, azaz nagynénik, nagybácsik nevelték. Fülöpnek ugyan voltak testvérei, volt 4 nővére, de ők sokkal idősebbek voltak, és már nagyon hamar, azt hiszem, hogy tiniként férhez mentek német hercegekhez, így nem nagyon volt velük túl sok kapcsolata. Volt egy kedvenc nővére, akit Cecilnek hívtak, vagyis Cecília, nyilván a magyar verziója, és vele történt egy borzalmas szerencsétlenség. A családjával repült egy esküvőre, és ráadásul terhes is volt, és elkezdett vajudni a repülőgépen, így kényszerleszállást próbáltak meg végrehajtani, és belerepültek egy kéménybe, és mindannyian odavesztek az egész család. Úgyhogy Fülöp ezt úgy írja le, mint élete talán legnagyobb tragédiáját. Mindössze 16 éves volt, amikor ez megtörtént. És a náci Németországba volt kénytelen menni, ahol tartották a temetést, és ott vonult a nővére koporsója mögött. Úgyhogy ezért lehet látni vele ilyen nácikkal körülvett vonulást, az egy temetői felvonulás volt. Fülöp egy ideig járt Németországban iskolába, egy Salem nevezetű zsidó alapítású középiskolába járt, de sajnos ennek az iskolának a létezését veszélyeztette már ugye a náci Németország, és így tulajdonképpen áthelyezték őt Skóciába, ahol a Gordonstown nevezetű, hát szinte ilyen kiképző tábornak megfelelő középiskolába járt, ami a skóciai Salem volt, ugyanis mind a kettőnek ugyanaz volt az alapítója. Ez az iskola hatalmas hangsúlyt fektetett a fittségre, a fizikai kondíciónak a fejlesztésére, és nagyon spártai iskola volt, amiben Fülöpnek tulajdonképpen a későbbi fittsége is, és a vonzalma a hadsereghez megalapozódott. Ugyanis
18 évesen már a brit haditengerészethez jelentkezett, és fel is vették. És ugye innentől kezdve már csak egy pillanat, és már is belecsöppent a második világháborúba. Ahol tulajdonképpen első frontvonalon szolgált, már 19 évesen benne volt a jelentésekben, mert sikeresen irányította a reflektort az egyik hadihajón, és ennek segítségével szét tudtak bombázni nem egy olasz hajót, úgyhogy ott nagyon-nagyon gyorsan elkezdett neki beindulni a katonai karrierje. Azt hiszem, hogy a Battle of Matapan nevezetű ütközetben híresült el neki a bátorsága, hajókat navigált, hogy elkerüljenek halálos robbantásokat, meg minden, úgyhogy a 20-as évei elejére már második világháborús hősnek számított. Mire észbe kapott viszont ennek a hihetetlenül gyorsan és nagyon-nagyon meredek szögben felfelé ívelő katonai karrierjének már is vége szakadt, ugyanis második Erzsébet, akkor még csak Erzsébet hercegnő szemet vetett rá, és onnantól kezdve nem menekülhetett, és el is jegyezték egymást 1946-ban, és 1947-ben össze is házasodtak. Úgyhogy, mint a királynő konzortja, tulajdonképpen le kellett tennie erről a haditengerészeti ambíciójáról, és bár volt nagyjából 5 szabad évük, hogy gyermekek és friss házasok maradjanak, nagyjából ez lehetett a legszabadabb, legboldogabb időszaka Fülöp herceg életének, ugye egy nagyon biztos helyen, de még semmilyen felelősséggel, minden privilégiummal. Ennek az átmeneti boldog időszaknak, mikor Fülöp és Erzsébet hercegnő férj és feleség voltak már, de Fülöp még szolgálhatott a haditengerészetnél, ahol egyébként a karrierje meredeken ívelt felfelé, nagyon-nagyon hamar vége szakadt, sajnos, ugyanis, mint tudjuk, Erzsébet apja, 6. György király tüdőrákban hirtelen elhunyt, azaz, hát nem hirtelen, de váratlanul és sokkolóan a hercegnő számára, hiszen tudták, hogy legalábbis az orvosai, és ő maga is, hogy tüdőrákos, de senki más nem tudott erről. Innentől kezdve Fülöp sorsa megpecsételődött, mint királyi konzort, és ez egy nagyon-nagyon nagy szerepkör. Igazából szerintem, hogyha tudta volna, hogy mekkora a szerepe, akkor valószínűleg sokkot kapott volna, de tulajdonképpen remekül megoldott ezt a dolgot. Király? Kívülálló? Náci? Nos, nem, nem, és nem. Fülöp nem volt király. Az uralkodó férjeként feladata második Erzsébet erkölcsi, testi, lelki, tanácsadói,
közszolgálati támogatása, tehermentesítése és a vele való munkamegosztás egy életen át. Fülöp nem volt kívülálló se, ugyanis az édesanyja a Windsor kastélyban született, és második Erzsébet csak úgy, mint ő maga is, Viktória királynő, ők unokái voltak. Ezen kívül Fülöp görög és dán herceg volt, mely címekről sajnos le kellett, hogy mondjon ahhoz, hogy feleségül vehesse a trónörökös Erzsébet hercegnőt. Fülöp herceg náci sem volt, ugyan a nővérei mind német hercegekhez mentek feleségül, de ő csak egy kis időt töltött Németországban, mialatt egy Szalem nevezetű zsidó alapítású iskolába járt, és pont a nácik miatt kellett onnan elmenekülnie, áthelyezték őt egy másik iskolába, Skóciába, ugyanannak az alapítónak egy másik iskolájába, ami a Gordonstown névre hallgatott. Fülöp a második világháborúban ráadásul a szövetségesek mellett a brit haditengerészetben a náci Németország ellen és így sógorai ellen harcolt. Gyakorlatilag brit háborús hős volt. Élete legnagyobb tragédiájaként élte meg azt, amikor kedvenc nővérét, Cecilt elveszítette egy repülőszerencsétlenségben, aki egyébként egy esküvőre volt hivatalos egész családjával, és mind oda vesztek, amikor ő ráadásul terhesen elkezdett vajudni a repülőgépen, és kényszerleszállást akartak végrehajtani, de a köd miatt belecsapódtak egy kéménybe. És ennek következménye volt az, hogy Fülöp 16 évesen a nővére koporsója mögött menetelt a náci Németországban tartott temetésen. Itt készültek róla olyan fotók, amit ugye tájékozatlanul nem lehet nagyon érteni, hogy ő mit menetel náci németek között. Ez a magyarázat. A világháború után két évvel, 1947-ben, mikor Fülöp feleségül vette Erzsébet hercegnőt, még a nővérei sem jöhettek el, mivel még nagyon friss volt a háborúnak az élménye és az utóhatása, következményei, stb. Stb. Így elképzelhetetlen volt az, hogy ők, mint Németországhoz kötődő családtagok jelen legyenek az esküvőn. Mi volt Fülöp szerepe tehát? Nos, mivel a királyi konzort szerepköre nem igazán volt kidolgozva, ezért neki kellett az egész pozíciót felépítenie, a feladatait kidolgoznia és kiharcolnia, egyáltalán értelmet találni ennek a körülhatárolatlan karriernek, amit egyébként remekül teljesített, bár idézik tőle azt a gondolatot, hogy alkotmányosan nem létezem. Több mint 22.200 hivatalos kötelezettségnek tett eleget szólóban a királynővel együtt bonyolított programokon kívül, ami egy hatalmas teljesítmény. Több mint 800 szervezetnek volt patrónusa, védnöke, avagy elnöke. Ő lett
a koronázás főszervezője, és ő találta ki azt, hogy közvetítse a televízió. Először a brit történelem során, és így is lett. Mai napig is meg lehet nézni második Erzsébet koronázását, akár a YouTube-on is megnézhetitek. A WWF, azaz vadvédelmi világ alap, a legnagyobb természetvédelmi szervezet alapítója és elnöke, majd nemzetközi elnöke lett. Megalapította az Edinburgh Hercege díjat, amely egy fiatalokat célzó, önfejlesztő teljesítménydíj, amelyben 14 és 24 éves kor közötti fiataloknak kell egy önkéntes közszolgálati, egy expedíciós, egy hobbi vagy projekt, illetve egy egészséges életmóddal, sporttevékenységgel kapcsolatos kihívást teljesíteniük. Három kategória van, bronz, ezüst és arany, és természetesen, ahogy értelmezem, mindenki saját magával versenyez, saját magát fejleszti, és egyben felnőtté válik, hasznos részévé a társadalomnak. Fülöp Herceg úgy definiálta ezt a díjat, hogy ez egy csináld magad felnőtté válós csomag. 140 országban több millióan teljesítették a fiatalok ezeket a kihívásokat, köztük még Katalin hercegné is. Ezen kívül kiemelkedő szerepet vállalt a következő területek előmozdításában: technológia, ipar, tervezés, innováció, katonaság, oktatás, sport, biogazdaság, környezetvédelem, stb. Második Erzsébet hosszú és sikeres uralkodása hatalmas mértékben köszönhető Fülöp herceg támogató munkájának, melynek jelentőségét ő felsége rendkívül sok ízben kifejezte. Ő Nagy-Britannia történetének leghosszabb ideig szolgáló királyi konzortja. Papucs lett volna? Egy árnyék? Egy díszpinty? Ellenkezőleg. Fülöp herceg fiatalon a nők álma volt. Szerintem helyesebb volt fiatalon, mint akár Vilmos herceg, ami azért elég nagy szó. Ugyanis Vilmos herceg olyan szép fiús, de Fülöp herceg olyan fickós volt, olyan huncut, egy nagyon vonzó, férfias, sikeres haditengerészeti karrierrel rendelkező, szőke, fehér, egyenruhás herceg volt már a 20-as évei elejére. Úgyhogy Erzsébet hercegnőnek már rögtön meg is akadt rajta a szeme, ami nem csoda, mert láthatóan nagyon sok mindenkinek tetszett, valószínűleg bomlottak érte a nők, hiszen bátor volt, atletikus, szellemes, vicces, igazi egyéniség. Minden tényleg adott volt ahhoz, hogy Erzsébet észrevegye, és észre is vette, azonnal mondhatni beleszeretett, már tiniként kinézte magának, és onnantól kezdve állítólag senki másra rá sem nézett, és hiába vonakodtak a szülei. 6. György király, illetve az anyakirálynő leginkább, ő a sarkára állt,
és csak azt várta, hogy legyen már 21 éves, és feleségül mehessen már hozzá. És így is lett. Visszatérve a haditengerészeti karrierhez, nos, ugye ez a Gordonstown skóciai iskola fantasztikus felkészítő iskola volt a hadseregbe, hiszen ott hihetetlen hangsúlyt fektettek a fizikai fittségre, és már ott vitorlázott Fülöp herceg, meg mindenfélét építettek, nagyon spártai viszonyok között zajlott ott a képzés, inkább kiképzés, és aztán 18 évesen jelentkezett a haditengerészethez, és fel is vették. Első évben ő lett az első kadét, utána nem sokkal már tiszt, aztán hadnagy, talán parancsnokságig jutott, de igazából akik ott voltak és figyelték az ő szárgyaló előre menetelét és bátorságát ugye a csatákban, hiszen ugye a II. Világháború azért eléggé mély vízbe dobta a herceget. Úgyhogy akik ott voltak körülötte azt mondták, hogy ha ott marad, akkor a legmagasabb fokozatig is eljutott volna Sea Lord, vagy nem tudom mi a megnevezése, ugye a katonai hierarchiával annyira nem vagyok képben, de látszott, hogy ott csak a csillagos ég a határ a számára. De mint tudjuk, ezt a karriert királyi konzortként már nem folytathatta. Bár a protokoll szerint mindig a királynő mögött két lépéssel volt a helye, de a családnak mindenféleképpen ő volt a feje, és otthon ő hordta a nadrágot. Biztos, hogy a királyi családban a legbefolyásosabb ember volt. És ne felejtsük el, hogy ő felsége életében ő volt az első és egyetlen férfi. A 21. században azért ezt kimondani, felfogni, és egyáltalán párját találni, valljuk be, elég nehéz. Ráadásul 74 évről beszélünk. Unalmas? Begyepesedett? Régi módi? Nem éppen. Kezdjük ott, hogy ikrek volt. Egy ikrek sosem unalmas, hanem... szertágazó érdeklődésű, intelligens, beszédes, kíváncsi? Progresszív, innovátor, ugyanakkor két lábbal a földön járó, előre gondolkodó, hosszú távon gondolkodó, környezettudatos, környezetvédő, megnyerő, őszinte és eléggé felvágott nyelvű, szarkasztikus, humorú fazon volt. Elég megnézni egy-két képet, amikor a királynő és ő együtt vannak, a királynő szakad a röhögéstől, úgyhogy valószínűleg nem volt unalmas az élete mellette. Bizonyos, hogy nagyon sokszor megnevettette őt, de egyébként másokat is. Valljuk be, hogy a beszólásait azért nem fogadta mindenki kitörő örömmel, de mindenféleképpen izgalmas volt várni, hogy mi lesz a következő poénja. Sose lehetett tudni, hogy mit fog mondani. Ami bizonyosan nem volt, politikailag korrekt és megfelelni akaró. Nem nagyon érdekelte mások róla kialakított véleménye. Bukott a
állapot az, hogyha az ember képes elvonatkoztatni mások véleményétől, nem igaz? Ami a régi módiságot illeti, neki volt az elsők között Nagy-Britanniában elektromos autója, ilyen napelemei a birtokán, azon kívül megvette a legújabb kütyüket a konyhába, minden érdekelte, ami innováció, tervezés, technológia, minden, ami modern, mérnöki munka. A Nagy-Britannia királyi turné jacht tervezésében részletekbe menően is részt vett, biogazdaságot, bioboltot vezetett, hihetetlenül atletikus és sportos ember volt, sokféle sportot űzött, például hoki, krikett, lovaspóló, vitorlázás, szekérhajtás, és repült is, 6000 órát repült pilótaként összesen. Olimpiát is nyitott meg, és több olimpián ő volt a lovas sportoknak az elnöke. Ő próbálkozott az Egyesült Királyságban először a reality TV műfajával, ugyanis kitalálta, hogy a királyi család csinálhatna egy dokumentum sorozatot az életükről, és beengedték a televíziót a palotába, ami eleinte jó ötletnek tűnt, és tényleg nagyon népszerű volt az első néhány epizód, de aztán kezdtek rádöbbenni, hogy mégsem annyira fantasztikus ötlet, hiszen tönkretette a királyi családot övező misztikumot, így rájöttek, hogy saját maguk alatt vágják a fát, úgyhogy nagyon gyorsan leálltak vele, és a mai napig be van tiltva mindenhol ez a valóságshow. Lássuk csak! Szabad idejében Fülöp herceg néha olajképeket is festett, úgyhogy tényleg mindenképp dögunalmas egy fickó volt, nem? Vajon önző volt-e érzéketlen és modortalan humorú Fülöp herceg? Korán sem. Először is korábbi életéből mindent feladott, hogy a jövőjét a királynő támogatásának szentelhesse. Feladta görög és dán hercegi címeit, feladta állampolgárságát, feladta görög katolikus vallását, feladta a sikeres katonai haditengerészeti karrierjét, és végül fel kellett adnia a nevét is, hiszen a gyerekei nem örökölhették a Mountbatten nevet, hiszen mindannyiuknak, Windsoroknak kellett maradniuk a királynő után. Mindezt azért kellett tennie, hogy feleségül vehesse a trónörököst, akiből második Erzsébet királynő néven uralkodó lett. Nem tudom, hogy milyen jámborságot várunk el az átlagembertől, de mindezt egy jóképű katonától, akinek ráadásul felfelé ível a karrierje, hát neki is elszakadt a cérnája bizonyos pontokon. Például ilyen volt az, amikor a nevét nem adhatta tovább a gyermekeinek, úgyhogy dühöngött is eleget. Érthetően, és biztos, hogy frusztrált is volt, de túltette magát rajta, és valljuk be, hogy a királynő amennyire tudta, azért kompenzálta őt mindennel, amivel lehetett alkotmányosan. Ha belegondolunk az élet útjába, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag egy nagyon traumatikus
gyerekkor, számüzetés, otthontalanság, szülők nélkül felnőni, mert az apja hol itt volt, hol ott, az édesanyja ugye elmegy gyógyintézetben, aztán onnan kikerült, nagynénik, nagybácsik és spártai iskolák, amik nevelték őt, és utána haditengerészet, háború, és végül házasság, ami leginkább feladatok áradatát hozta neki. Tulajdonképpen az első lehetőség vagy alkalom számára, hogy családban érezhesse magát úgy igazából. Azt is lehet tudni, hogy amikor Diana hercegnő és Károly herceg házassága zátonyra futott, akkor ő próbált megtenni mindent. Diana-nak leveleket is írogatott, hogy megmentse a házasságukat. Amikor Fülöp herceg temetését néztem, arra gondoltam, hogy a hercegeknek biztosan eszükbe jutott az a sok-sok-sok évvel ezelőtti pillanat, amikor az édesanyjuk temetéséről volt szó családi körben, és ők nagyon nem akartak részt venni a temetési körmenetben. És akkor Fülöp herceg azt mondta nekik, hogy gondolják át, mert lehet, hogy később megbánnák, és felajánlotta nekik, hogy velük megy. Megkérdezte őket, hogy ha én megyek veletek, akkor jöttök, elkíséritek édesanyátokat. Szóval Fülöp herceg meggyőzte őket, és ha valaki tudta, hogy miről beszél, akkor az ő. Az emberek sosem hallották őt a sorsáról panaszkodni, viszont nagyon sokszor látták mosolyogni. Ilyen ember volt. Prince Philipnek talán a humora a legvitatottabb személyiségjegye. Én úgy írnám le a humorát, hogy a határán táncolt az orbitális sértéseknek és a humoros asszociációknak. Gyűjtöttem nektek néhány idézetet tőle. Ezek nincsenek úgymond kiválogatva, ezek nem a legjobbak vagy a legrosszabbak, csak random, rá nagyon jellemző agyszülemények. Nekem egy kicsit olyan ő, mint egy képregényhős. Minden esetre hihetetlen magasságok és szörnyű mélységek között lavírozta át az egész életét, és szerintem ez a fajta szarkasztikus humor, ami jellemző volt rá, tulajdonképpen egy védekező rendszer volt, amit az életben maradásra fejlesztett ki. És el is élt vele 100 évig.